Sziasztok, Hajdú Eszter, Mester Sándor. Azért hívtalak föl titeket, hogy elmeséljétek, hogy az hogy lehet, hogy eljut egy dokumentumfilm odáig, hogy lehet, hogy nem lehet többet játszani. És azért is érdekes ez, mert biztos ti is olvastátok, hogy a héten Szász János lakásán is volt egy házkutatás, ő is dokumentumfilmet forgatott egy érzékeny témáról. De hát a ti esetetek az jóval előrébb jár, hiszen egy elkészült filmről van szó, amit már hónapok óta lehet nézni, és most mégis az a helyzet, hogy lehet, hogy többet nem lehet. Szóval mi történt? Hát először is volt egy elsőfokú ítélet, aminek az lett az eredménye, hogy amikor ez jogerőssé válik, onnantól kezdve a filmet nem lehet ebben a formájában mutatni, forgalmazni. De még nem jogerős az ítélet, tehát egyelőre reméljük, hogy minél többen meg fogják nézni. Ezért is ezen a héten most, mert Barta Tamás halálának február 16-án van az évfordulója, és ingyenesen elérhetővé tettük a filmet az interneten. Mert hogy ez a film azért készült, hogy Barta Tamásról végre egy méltó emlék készülhessen. Ugye a szocializmus, vagy kommunizmus évei alatt gyakorlatilag beszélni se lehetett róla, és megtörtént a rendszerváltás, és azóta se került ő a helyére. És igazából ez fáj nekem a legjobban, hogy végre elkészül egy film, ami róla szól, az ő zivataros történetéről a szocializmus alatt, vagy miért utálta a kommunizmust, és miért érezte úgy, hogy abból az országból, ahol nem mondhat egy mondatot úgy, hogy az ne legyen kontrollálva, abból őnek el kell mennie. Miért mondott le a karrierjének a csúcsáról, amikor ő elismert volt, és imádták, és miért, mi volt az, ami miatt erről mégis lemondott, és hogyan helyezkedik ő el, milyen helyzetbe kerül Los Angelesbe, erről szól a film, illetve arról a borzalmas történelmi drámáról, hogy az édesanyjával a kapcsolata gyakorlatilag hogyan szakad meg, és hogyan romlik el, és hogyan hiányoznak egymásnak. És akkor szól erről egy film, egy elképesztő kordokumentum, mert ugye Barta Tamásnak a hangos levelezésén alapszik, és akkor van egy filmben egy mellékszereplő, aki beperel minket azért, amit ő mondott, amit ő aztán aláírt, és két évig egy szót se szólt a film elkészülte után, és elindul egy per, és én, aki egyébként örök pesztimista vagyok, és azt gondoltam, hogy ezt a pert egyszerűen nem lehet elveszíteni, és erre tessék. De elmondod, hogy mi volt a problémája? Vagy hogy ahogy te is mondod, hogy van egy mellékszereplő, egyrészt, hogy aki látta a filmet, annak segíts beazonosítani, hogy ki ez a mellékszereplő, aki meg még nem látta, az most úgyis meg fogja nézni. De hogy ki ez a mellékszereplő, és hogy mi volt az indok ennyi idő után, mi nem tetszett neki mégsem? Ő a Barta Tamásnak volt az üzlettársa akkor, amikor megölték, vagy meghalt, mert ugye nem lehet tudni, hogy megölték-e, azt lehet tudni, hogy igazából minden információt ettől a baráttól tudunk. Az, hogy két golyó végzett Barta Tamással, és az, hogy ez a fegyver, amit olyan megölték, az az ő fegyveréből volt. Ez mind a tőle származó információ. És készült vele néhány évvel ezelőtt egy, vagy nem is néhány évvel ezelőtt, majdnem 20 évvel ezelőtt egy videófelvétel, amit valami tévéműsor számára forgattak, és ezen a videófelvételen is ugyanezt elmondja, és ez az, amit ő szeretne a filmből kivágni. Tehát azt mondta, hogy ez nem lehet benne a filmben. De ezt azután mondta, miután a forgatások során erről a felvételről vidáman beszélgetett, vagy nem vidáman, de konstruktívan, és miután aláírt minden hozzájárulási nyilatkozatot, és lehetett két év. De mi van ezen a felvételen, ami aztán így két év után hirtelen mégsem tetszett neki? Az, hogy ő volt a gyanúsított, és az ő fegyveréből történt a két lövés. De ezt elmondta most 2018-ban is, ugye 18-ban volt a forgatás, és azóta is az újságoknak. Tehát nem tudok neked mit mondani, egyszer nem értem. Most azt mondja, hogy tanult. De most azt mondja már, hogy a bíróságon azt mondta, hogy tanú volt, és nem gyanúsított. De eddig ő mondta mindig felvételre, újságnak, mindenhol egy gyanúsított volt. De igazából olyan mindegy. Nem megmondom őszintén, de. És akkor az történt, hogy ő elkezdte ezt kifogásolni, és szólt nektek, hogy vágjátok ki, vagy egyből bírósághoz fordult. Hát ezt hogy volt? Hát nem, hát jogilag ugye kötelező azt csinálni, hogyha mielőtt beperelsz valakit, akkor egy úgynevezett ilyen per felvétel előtti felszólítás, nem tudom mi hivatalosan a neve,
kötelező egyet küldeni, hogy mi a bajod, mit szeretnél, mit csináljon a másik máshogy, és akkor azt nyilván köteles volt elküldeni. Amiben ez volt, hogy ezek azokat a felvételeket, amiben ő azt mondja, hogy gyanúsított volt, így most ez egyszerűbben érthető, azokat szedjük ki, vagy beperel. Ja, és, de nem, akkor... meg az is volt, hogy küldött néhány SMS-t a Facebookon, sőt, beszéltünk is telefonon, egyszer beszéltünk telefonon, és akkor én azt hittem, ez is teljesen érthetetlen, mert én meg voltam győződve, amikor telefonon beszéltünk, akkor fölháborodva fölhívott, hogy megnyugtattam, megértette, ő is egyetért, és megbeszéltük, hogy majd eljön a következő közönség találkozóra beszélgetni, és ezek után váratlanul történt az egész, és akkor utána én próbáltam vele még fölvenni a kapcsolatot, beszélni vele, de azt mondta, hogy nem akart beszélni, és letiltott mindenhonnan. Tehát nem akart továbbá beszélgetni a dologról. És a lényeges dolog az az, hogy, hogy azt az egyet kifogásolja, hogy az ne legyen benne azok a részek, amikor ő azt mondja, hogy gyanúsított volt. Mert a bíróságon elkezdte azt mondani, hogy, és ugye mi nem vagyunk ott, csak olvassuk meg, elmesélik, hogy, hogy ő tanú volt, nem is gyanúsított, és akkor ezért probléma ez az egész. De hát olyan, mint tulajdonképpen azért perelne minket. De saját magát perelni, hogy azzal szabcsad, hogy ő mit mondott, nem? Tehát igazából mi nem értjük ezt. De ne... Nem tudjuk elmondani, hogy mi a szitu, mert egyszerűen nem értem. Én őszintén mondom, hogy nem értem. És nem hiszem, hogy annyira jelennék. Meg amikor kérdezek embereket, akik azt mondom, hogy van jogi ártosságuk, és azért ők is azt mondják, hogy nem értik. Én abban bízok, mert ugye az egy különösen szar helyzet, hogy mi Portugáliában vagyunk, itt karanténban nem is tudunk oda utazni. Tehát, hogy úgy lezajlott egy tárgyalás, hogy körülbelül úgy, mint a Barta Tamásnak a 70-es években, amikor úgy ítélték el két évre jogerősen, hogy arról szó nem volt, hogy a tárgyalásra el tud, vagy akár el akarna menni, mert hogy Amerikában volt. Mert hogy ugye a 70-es években, hogyha valaki dobbantott és nyugatra költözött Magyarországra, akkor börtönbüntetés járt érte. Tehát, hogy két évre elítélték. De hát ugye nyilván ő sem volt ott a tárgyalásait. És ti sem voltatok ott egy tárgyaláson se, tehát semmi nem tudtatok részt venni? Nem, az anyám volt ott tanulnak, mert ugye az egy kis mellékszál, hogy ez az anyám, aki a Barta Tamás jogörökös és szereplője a filmnek, őt is beperelte a Sanyit is, mint a férjemet, illetve a film producerét, és beperelt engem azt hiszem kétszer perelte. Na de várjál, és kit miért perelt be? Tehát a Sanyit még értem, mint a film producerét, nyilván ugyanazért. Konkrét dologért perelte be. Négy per indult, az egyik, tehát ami most már az első fok megvan, amit már elvesztettünk, az a film ellen van, de azt úgy indított, hogy a Hajdú lesz a rendező és a cég ellen, de hát ugye a rendező az nem felhasználó, tehát ezt megállapított a bíróság, ez nem is lehet alperes. Cég az igen, akkor engem azért, mert én azt nyilatkoztam valahol, hogy fenyegetően, vagy nem, már nem emlékszem a fontos szóra, de hogy a mozikat kiesztegették, és ezért nem merték játszani a filmet, addig, amíg nem beszéltünk a mozikkal. A jogörököst, aki az Eszter anyukája, őt meg azért, mert azt mondta, hogy a Barta Tamásról, ő nem tudja, nincs bizonyíték, hogy drogozott. Nincs bizonyíték arra, hogy drogozóval kereskedett. És ez az ember meg azt mondja, hogy de igen. És akkor és még ebből egy... lehet büntető, és érthetetlen. És akkor még egy van, csak az közben valószínűleg újra fogja kezdeni, mert valami adminisztrációs oka volt, hogy visszadobta a bíróság, az meg egy személyiségi jogi per, de azt nem kaptuk meg részletesen, mert formailag nem jól adták be, és akkor emiatt nem láttuk, hogy még azt sem tudom, hogy az ki ellen volt, lehet, hogy az Eszter ellen, az lehet, ellen volt. Lehet, hogy a cég ellen, azt nem tudom. És az igaz, hogy a mozikat egyébként valaki megkereste, hogy ne játsszák a filmet? Persze, az ügyvédjük kereste meg, és akkor minket hívtak pánikszerűen, hogy most mi legyen. Hát nem, többen azért hívtak, hogy sajnos nem tudják vetíteni, mert, igen, de mert ez és ez vár rájuk, ha vetítik. Igen. És ugye a Sanyi ezt mondta le, azt mondta, a 168 órának, igen. És ezért perelték be, hogy ezt elmondta. Uh-huh. És közben van ettől az embertől egy aláírt nyilatkozatotok, hogy minden oké, és mehet a filmben az ő része, minden, amit látott. Igen, de az a pont most ma beszélt az Eszterrel, hogy volt már máskor is olyan ügyünk, hogy egy
szintén egy, az egyébként nem is mellékszereplő volt, hanem egy fontosabb szereplő egy másik filmben, aki végül úgy került be a filmbe, hogy kitakartuk az arcát, és el kellett a hangját változtatni, mert hogy nem akar hozzájárulni, hogy benne legyen, de ott az volt, hogy lement a forgatás ezzel az emberrel, és az tényleg nem volt jó hangulatú, tehát én meg is tudom érteni, hogy ő úgy érezte, hogy ez neki nem lesz jó, hogyha szerepel benne, de ahogy lement a forgatás, mire hozzáértünk, addigra már ott volt az e-mail, hogy szó se lehet róla, hogy benne legyen. És ez egy tiszta ügy volt, és még azt is mondom egyébként, hogy nekünk ez nem is volt így. Nem volt pont, felismerhetetlen volt, senki nem tudta meg soha. De nyilvánvaló volt, hogy ő el tudta dönteni aznap, hogy a forgatás után, hogy ezt persze, hogy nem fogja akarni. De ez az ember, a Barta Tamásnak a bolcsüzlettársa, ez meg úgy viselkedett végig, éveken keresztül utána is, mint hogyha minden frankó lenne. Itt Portugáliában meglátogatott minket, elmentünk együtt vacsorázni, soha egy szóval nem mondta, hogy neki kétsége van, hogy mit írt alá 2 évvel ezelőtt, soha nem mondta, hogy látni akarja a filmet, mert hogyha akarta volna látni, ha egyszer is mondja, akkor nyilván megmutatom neki, nem csak olyat, vagy nem. Nem szeretem megmutatni egyébként, hogyha valaki aláírja, és végig együttműködik, és látszik, hogy nincs konfliktus, akkor nem szeretem megmutatni, mert fölöslegesnek érzem. Meg egyébként is jobban szeretem, amikor a bemutatón látja mindenki a filmet. De ha valaki kéri, akkor még soha életemben nem mondtam, hogy nem. Ebben a filmben is volt egy csomó szereplő, aki kérte, azok megnézték. És itt meg semmilyen nem volt, és végig utána a forgatások alatt is jó volt a hangulat, utána is. Tök jó volt a hangulat, tök rendes volt végig, segítőkész. És akkor utána, amikor... És tényleg azért nyakudunk ennyire, mert nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi lehet. Én nem hogy azért, mert hogy ő mit mondott, azt vegyük ki, hogy én nem értem. Tehát elképzelésetek sincs, hogy mi történt, egy teljesen átmenet nélküli, vagy indok nélküli folyamat. Teljesen, totálisan. Még amikor ment, ugye baromira elhúzódott itt a hivatalos bemutató a koronavírus miatt, tehát a forgatások után több mint 2 évvel volt a dolog. És még beszéltünk akkor, hogy hogyan, mert Szolnokon volt a bemutató, hogy hogyan megy oda, mit tudom, merre kell menni. Nem Szolnokon volt a bemutató, hanem? Ja, igen, egyszer volt Budapesten egy bemutató, jóval előbb, egy fél évvel előbb, amire nem tudott elmenni, mert éppen elutazott valóban. És akkor Szolnokon volt, oda már el tudott menni, előtte is jókedvűen beszéltünk, mondjuk az ura volt, hogy előtte egy SMS-be kérdezte, hogy van-e valami, amitől nekik félni kell. És nem is értettem ezt a kérdést, mondtam, hogy félni, de hogy miért kéne félni, nagyon remélem, hogy tetszel is meg a film. És ott lement a film ebben a moziban, és utána őt ott bemutatták a közönségbe, hozzászólt a beszélgetéshez, és utána már aznap éjjel írt, hogy ott majdnem megverték, és hasonló dolgoknak. És egyébként baromi szar érzés, hogy őt ennyire megviselte ez a dolog, ami, és az is nagyon szar érzés, hogy nem értem, hogy mi. És az is nagyon rossz érzés, hogy én soha az életben nem fogom tudni őt visszaperelni, mert nem akarom, mert az ember nem csinálja meg egy film szereplőjével, még hogyha nem tudom, mit is csinálna ellenem, akkor se perelném vissza. Tehát egy hülye helyzet. És az lehet egy, nem tudom, egy megoldás ebben a helyzetben, hogy végül is a filmetek fő része az a levelezés maga, tehát ez a hangos levelezés anya és fia között, és ez egy nagyon jó kordokumentum, hogy egyszerűen az marad a főszál. Hát még itt, én gondolkoztam ezen, hogy ezt hogy lehet jól elmagyarázni, hogyha minden olyat kiveszünk, amit ő kér, akkor az olyan lesz, mint hogy ez egy 80x perces film, körülbelül 8 perc az egész, amin, és ez nem egy jelenet, hanem több jelenet is van, az olyan, mintha egy könyvből mondjuk minden 15 szót kivennél, annak még... Nem lehet megcsinálni, nem lehet ért, hogy vegyék 8 percet, ilyen nincsen. Ez nem az a... Hogy nem a zeneműből minden 10. hangot, vagy mit tudom én, nem lehet... Baromi lassan készült el egy ilyen dokumentumfilm, baromi sok kreatív döntést igényel, rengeteg gondolkodást, újragondolást, tehát míg összeáll valahogy, érted, több próbavetítést. Nyilván, hogyha lesz egy másodfokú jogerős ítélet, akkor mindent meg fogunk tenni, mert hogy ez a film azért készül, hogy a Barta Tamásnak emléket állítson. Tehát mindent meg fogunk tenni, de én azt nehezen tudom elképzelni, ezt a filmet újra vágni, és ugyanilyen.
Sőt, hát ugye az az érdekessége, hogy ti folytatjátok ezt a filmet, vagy tervben van, hogy folytatjátok. Most nem tudom, hogy ez mennyire veszi el a kedveteket, de a második részben mire koncentrálnátok, hogy a folytatásban? Sőt, inkább motiválnám magam őszintén, hiszen engem az első részben baromira hidegen hagyott a bűnügyi szál, tehát egyáltalán is akartam vele foglalkozni. Viszont most már annyi találgatást, utalást, olyan e-maileket, leveleket kaptunk, ami a bűnügyi szára mutat, meg azzal kapcsolatban látom, hogy baromi nagy érdeklődés van, és tök sok információ is jött. Tehát igazából pont, hogy nem elvett a kedvemettől, hanem inkább arra motivál, hogy, hogy folytassuk a dolgot. És azt terveztétek, hogy ebben a második részben ő is szerepel? Hát nem zárjuk ki. Nem zárjuk ki, ha akar szerepel, de nem hiszem, hogy akarni fog. Hát most már nyilván nem. Nem, én már sok mindent látom, én bármit el tudok képzelni, de részünkről nincs akadálya semminek, tehát hogyha akárhogy végződik ez, hogyha úgy gondoljuk, hogy értékesen, akkor meg fogjuk keresni, hogy aláírná a felegyezéset, semmi probléma nincs ezzel, tehát nem. Egyelőre én azon filozok, nyilván a legrosszabb az egészben az, hogy a Barta Tamás emlékéről végre úgy csináltunk egy filmet, hogy tényleg róla szóljon, és azt szerettük volna, hogy ezt nagyon sok ember megnézte. Nyilván ez az egy legdühítőbb az egészben, hogyha ezt keresztül húzza. De azon kívül én nem tudok igazán haragudni rá, mert egyáltalán nehezen tudom. Eleve gondom van azzal, hogy utálatot éreztek valaki rá, de nem tudom megérteni, és ez baromira motivál, hogy szeretném megérteni. Még annyit, aki esetleg lemaradt róla, hogy tulajdonképpen neked személyesen miért fontos ennyire a Barta Tamás? Hát van egy családi vonatkozása is a történetnek, hogy a Barta Tamás anyukája velem meg a családommal lakott korábban. És ugye láttam ennek az idősasszonynak a sok évben keresztül, évtizedeken keresztül tartó szenvedését, az, hogy az élete semmi másról nem szólt, mint arról, hogy megvették a fiát, vagy öngyilkos lett. És ez igazából... Én ezzel addig nem is akartam foglalkozni, amíg meg nem hallgattam ezeket a hangos leveleket. Amik nem csak ezt az anya-fiú drámát fedik le, hanem ezt a borzalmas helyzetet, amikor a politika úgy beavatkozik az emberek életébe, hogy az teljesen tönkre tesz. És a másik érdekes dolog, hogy ugye én inkább zenész vagyok, mint filmes eredetileg, és én klasszikus gitáros vagyok, de amikor 15 éves voltam, akkor a Barta Tamást hallgattuk a haverjaimmal éjjel-nappal, majd 17 éves, 18 éves koromig, aztán ez úgy kimaradt, és amikor az Eszterrel összejöttem, akkor, és még néhány hete voltunk együtt, akkor náluk voltam, és akkor volt a Barta Tamásnak ilyen februárban a halálának, és valami kerekévfordulóban, azt hiszem, hogy a 25. évfordulója, és akkor mi volt Népszabadság, abban olvastam, és akkor mondom az Eszternek, hogy hú, aztán minden itt már 25 éve meghalt a Barta, és kérdezte az Eszter, hogy miért ezt tudod ki a Barta Tamás? Nem mondom, ne viccelj már, hát az egész gyerekkoromnak ő volt a hírója, anyukája itt van az elsőn, és emlékszem rá, hogy tényleg majdnem elájult, ez most nem ilyen hülye szöveg, de éveken, évtizedeken keresztül ő volt a robitáros isten, nem csak nekem, mindenkinek, akkor az eszembe között, hogy itt van egyel följebb az anyukája. És olyan állapotban volt szegényet itt lenni, hogy az borzasztó. De nem is, és nem is csak az utolsó éveiben, hanem egész életében. Igen, ez már az utolsó egy vagy két éve volt, és rettenetes állapotban volt, tehát tényleg. És akkor most azzal foglalkozunk, hogy egy századik mellékszereplőt, akinek mondjuk lehet, hogy az ő fegyveréből dördült a lövés, akkor mondjuk nem annyira mellékszereplő, de az élete szempontjából mellékszereplő, és akkor ezen ugrál a sajtó, meg mindenki, ahelyett, hogy a Barta Tamásról lenne szó, meg arról, hogy politika hogyan tudja tönkretenni az emberek életét. Uh-huh. És te mennyi ideig éltél a Barta Tamás anyukájának a közelében? Hány évig? Körülbelül 10 évig együtt. Uh-huh. És beszélgettél vele sokat, vagy lehetett vele, vagy nagyon csalódott volt már akkor? Te egy roncs volt. Roncs volt. Az anyukám volt az tudatott lánya, és ő sosem mondaná ilyet, hogy roncs volt az Edith néni, mert ő nagyon megértő volt vele, de
Hát tényleg tragikus volt. Hát, azt képzeld el, hogy ha két mondatba kell elmondani, hogy egy teljesen tönkrement, eltorzult arcú idős nő volt, aki semmi másról nem tudott beszélni, csak a fiáról. Semmi másról. Semmi másról. Ha leültél hozzá, akkor így olyan volt egyszerűen, hogy teljesen leszívott ott egy 5 percet beszélgetni velem, mert egyszerűen borzasztó volt nézni, feküdt az ágyon, nézte a plafont, utolsó és semmire években már csak feküdt. Borzasztó állapot. Uh-huh. És csak a fiáról tudott beszélni, tehát élete legfontosabb. Presser meg a Tomi. Presser nagyon szerette. Presser azt nagyon szerette. Uh-huh. És te így éltél 10 évet tulajdonképpen mellette. Igen, igen, és akkor én még nagyon fiatal voltam, tehát olyan szempontból nyilván 1000 más dologgal foglalkoztam, sőt, próbáltam magamtól a negatív élményt, hogy önző módon eltolni, de amikor ezeket a hangos kazettákat meghallgattam, akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan történet, amiből mindannyian tanulhat. És azt megtudom, hogy miért pont akkor mihez kötött, hogy miért akkor kezdted el meghallgatni ezeket a kazettákat? Hát mert addig föl sem merült, hogy meghallgassam, amíg hiába ő mondta, ezt is mondta, hogy vannak ezek, de föl sem merült, hogy esetleg még többet foglalkozunk a Tomi emlékével, mert az ember úgy érezte, hogy egy kés a szívében. Azért megcsinálok, hogyha lehet volna a Tomiról még szó, hogy lehetett, mert hogy úgy éreztem, hogy ő ebből, hogy úgy mondjam, beledöglik. Uh-huh. Aztán lehet, hogy akkor kellett volna megcsinálni, és képzel, mit szólt volna ez a balhéhoz, ami most van. Hát nyilván ez aztán még egy törlet volna a szívébe. Még annyit mondjál, hogy ez egyébként ez a borzasztó érdekes levelezés, amit a filmben meg lehet ismerni. Az anyámat ezért terelték be, ezt nem tudom feldolgozni, mert hogy azt írt egy ilyen a filmnek a blogjára, Facebookon feltettünk az anyámnak egy ilyen nyilatkozatát, a volt üzlettársnak a vágyaira, hogy ő soha egyetlen egy dokumentumban, egyetlen egy levélben a Barta Tamás anyukájának, egyetlen egy beszélgetésében életében nem hallotta a volt üzlettársnak, aki most azt mondja, hogy a legjobb barátja volt, a nevét se. És akkor ez az egyik, amiért az anyámat büntető perben beperelték, hogy ez. Jó, hát ezeknek a pereknek le kell zajlania, és aztán akkor majd lesz valami eredménye, de hát nyilván nem mindegyik. Vagy szóval nem tudom, szóval nem mindent fogjátok elveszíteni. Teljesen ledöbbentem, és ennek utána is fogok menni, hogy milyen ügyekben lehet pertindítani. Tehát, hogy ilyen ügyekben lehet pertindítani, ez elképesztő érdeket szerintem. Még egy kérdésem van, és aztán hagylak titeket esti rutint folytatni, hogy... Olyan nincs. Ja, nincs rutin, jó. Tehát, hogy van olyan rész, ami kimaradt, nyilván a szűkösség miatt, tehát, hogy egyszerűen nem fér bele nyilván minden ebből a levelezésből, és van olyan, ami kimaradt, és nem tudom, még használnád, vagy jó lett volna, ha benne van, vagy úgy fájt a szíved érte? Hát az volt a terv, hogy a film megjelenik, és utána 1-2 hónappal az anyám már dolgozott rajta egy ideje, kiad egy könyvet, amiben az levelei, fényképek, feljegyzések, egyéb, tehát ilyen dokumentumkönyvet. De hát az most a pereskedés miatt egy olyan állatdolog, miután mindenki non-stop ezzel foglalkozik. Mindenkinek folyamatosan forog az agya, hogy ebből mi lesz és hogy lesz. Mert nyilván elsősorban egyébként én tényleg most azon aggódok, hogy készül egy film, ami végre helyére tehetni azt, hogy a Barta Tamás milyen ember volt, mert hogy a magyar sajtóban rengeteg rossz dolog jelent meg róla, amit én nem hiszek egyszerűen, de nyilván a nézőknek kell eldönteni. És akkor végre elkészül egy ilyen film, és az, hogy úgy mondjam, nem lehet bemutatni, betiltják, ez nagyon-nagyon-nagyon rossz. És a második dolog, ami egyébként volt izgat, hogy milyen büntetéseket kell majd fizetni nekünk, hogyha esetleg a másodfok is úgy kitéli. Tehát ilyen konkrét dolgokkal vagyunk elfoglalva igazából, hogy úgy mondjam. Jó, értem, de most még látható a film. Most még látható, most igen, most egy hétig ingyen látható, mert ezt már régen elhatároztuk, hogy amikor a Barta Tamás halálának van az évfordulója, meg a születés, hogy olyankor mindig egy hétre ingyen hozzáférhetővé tesszük. Jó, akkor most nézze meg mindenki gyorsan a filmet, amit nem tudjuk, meddig nézhet meg. Nektek meg, hát good luck, jó, sok sikert, meg ne adjátok föl, meg a kedveteket ne szegje, hogy azért készítsetek további jó filmeket. Nem szegi, sőt. Jó, hajrá! Jó.
Nagyon köszönöm szépen.